Hát még annak idején a püspök úr, mielőtt beszentették volna a püspöknek, hívott többször is, hogy jöjjek el Kaposvárra, és ugye most van egy ilyen európai lovasverseny itten Kaposváron, és oda is hívtak, és akkor aztán két dolgot összekötöttük, és amúgy is itt voltunk a Balaton partján, és ugye eljöttünk gyerekekkel, 70 gyerekkel. Ez az ötödik csillagösvény, balatoni csillagos ösvény, ez egy missziós körút, és Siófokon szállunk meg, és Balaton körül mindegyik városkában adunk elő egyet. És a begyűjtött pénzzel épült fel a ház, ahol most próbálunk és szoktunk lenni. Jó magam már az 5 éve járok erre a misszióra, és hogy őszinte legyek, szerintem nagyon jó érzés, hisz egy olyan programnak vagyunk a részese, egy olyan házat támogatunk, amelyben kulturális, zenei és vallási dolgok működnek. És ez a ház fel is épült Szovátán, a Máriánum központ. Tavalyi pünköskor szentelték fel, és azóta zenei, kulturális és vallási programok működnek abban a központban. Ugye 8 egymás utáni napon este felvenni a székely ruhát, amikor közel 40 fok van, az lehet, hogy nem is olyan egyszerű, de igazából amikor Csaba testvér beszél, és szebbnél szebb templomokban énekelünk, akkor mindig valahogy elfelejtjük a fáradtságot meg a meleget, tehát nagyon nagy feltöltődést hallani a Csaba testvér szavait napról napra, és hát maguk a művek is tovább lendítik a gyerekeket, akik nagyon szeretnek énekelni. Hát teljesen az Istenre összpontosít minket, és rengeteg hitet, és szóval nagyon szép itt lenni, mint lélekben, mint meg fizikailag. Hát jó magam, én azt mondanám, üzenném a fiatalságnak, hogy próbáljanak megmaradni szeretetben, próbálják a keresztény hitet, a keresztény értékeket ápolni, és ne felejtsék el, hogy van egy Isten, van egy Istenünk, aki minket támogat, mindig mellettünk van, és a hitet, a kereszténységet vigyék tovább, hogy családjaikban, gyermekeik keresztény hitben, keresztény magatartásban nevelkedjenek. Én is ugyanezt mondanám, és még azt, hogy tartsák fent a kultúrát.